November 9-én kora délután élettel telt meg a Pátria udvara, ugyanis a kiskörösi német nemzetiségi önkormányzat által szervezett esti sörestre türingiai kolbász készítettek. Többen összefogtunk már korábban, beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha magunknak készítenénk el a saját kolbászunkat, és nem vásárolnánk boltban, üzletben, esetleg komolyabb összegekért. Most jutott el odáig a csapat, a Német Nemzetiség Önkormányzat tagjai, hogy elszántuk magunkat arra, hogy elkészítsük a saját kolbászunkat. Több adagot is készítünk, most mintegy 30 kilóból készül ez a kolbász. Annyi érdekességet elmondok, hogy ugye miben különbözik, gondolom, sokan felteszik a kérdést, hagyományos magyar kolbásztól ez. Hát a legfontosabb különbség az, hogy nincs benne törött paprika, tehát fehér kolbász, hagyományosan német recept alapján, és néhány érdekesség, hogy milyen elemeket használnak, illetve milyen összetevőket tartalmaz ez a kolbász. Ami érdekesség, hogy van benne például vörös hagyma, van egy kis porcukor is benne. Amíg a férfiak a kolbászt, addig az asszonyok a hozzávaló salátákat készítették. Miután elkészült az eredeti recept alapján a türingiai kolbász, a csapat a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának mártonnapi rendezvényére látogatott, hiszen a német nemzetiségi nyelvoktatást folytató intézményben fontosnak tartják a hagyományőrzést is. Megnézhettük az általános iskolások nagyon szuper mártonnapi műsorát. Hálások is vagyunk érte, hogy beengednek minket mindig, mert hogy ugye a mártonnap az eredetileg a németek egyik ünnepe, egyik fontos ünnepe. Visszaérve a Pátriába, a köszöntővel és műsorral vette kezdetét a kiskörösi német nemzetiségi önkormányzat idei utolsó sörestje, melynek már nagy hagyománya van városunkban. A sörest nevet azt megörököltük, még a Tit Péter vezetése alatt nevezték így az összejöveteleket, de ahol egyébként inkább a férfiak jöttek össze, a lányok kevésbé voltak szívesen látott vendégek, de nagy ritkán azért minket is meghívtak. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez mint német nemzetiségi csoport teljesen jó, mivel hogy a németek nemzeti itala ugye a sör, és innen a nevünk. A sörestre mint mindig azok kaptak meghívást, akik a városban a német nemzetiséghez tartozóknak vallják magukat. Emellett meghívták a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait is. Egy közösségnek kell, hogy legyen összetartó ereje, és az összetartást azt másképp nem tudod, ha én csak Facebookon írok nekik, vagy e-mailt írok nekik, hogy ez történt, vagy az történt, akkor már bocsánat, de senkit nem érdekel, mert senki nem vett benne részt. Az idei utolsó sörestel még nem ért véget a kiskörösi német nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok sora. A gyerekekhez megérkezik majd a német Mikulás, valamint a december 10-i városi gyertyagyújtás után megvendégelik a résztvevőket.